Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Május 1-én hagyományos módon a sportmajális keretében adták át a Székesfehérvár sportjáért díjakat. Ezúttal ugye a Soston természetesen, amely a következő időszakban majd otthona lesz ennek az egyedülálló, országszerte egyedülálló rendezvénynek. Ugye láthattuk, hogy 5000 sportoló vett részt körülbelül. Nos, viszont a legfontosabb, talán a legfontosabb esemény, hogy ebben az esztendőben is megtisztelték azokat a legendákat, akik nagyon sokat tettek Székesfehérvár sportjáért, no man is no man, Székesfehérvár sportjáért díjjal jutalmazta Cserpakovics András polgármester, először is Dániel András úszóedzőt, aki már volt a vendégünk, és most itt van velem Kóger István, az egykori legendás jégkorongozó, jégkorongedző. Szervusz! Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, én is üdvözöllek. Hát utoljára 2016. október 31-én beszélgettünk, amikor nagyon sok mindenről szó esett. És akkor még volt egy olyan jövőképed, ami én azt gondolom, hogy fontos volt mindnyájunknak, akik szeretjük a jégkorong sportot, már pedig ma a Székesfehérváron az egyik, ha nem a legnépszerűbb sportág mindenképpen. Azóta történt egy-más. Viszont, hogy megértsük a történéseket, ahhoz az is kell, hogy legalábbis vázlatokban beszéljük a te pályafutásodról, hiszen egyedülálló a pályafutásod, ősfehérváriként mindenképpen. Egyszer már mondtam, hogy én a falusi gyerek lévén miként nőttem fel, milyen korcsolyacipővel barátkoztunk meg a jéggel, viszont te ősfehérváriként kötelezted el magad a jégkorongsport mellett, ráadásul ugye kerékpáros voltál előtte, és az a kettő valamilyen módon kapcsolódott, hiszen a műjégpálya megnyitása az egy nagyon-nagyon fontos időszak volt a te életedben is. Így van pontosan, arra az időszakra tehető vissza a jégkoronggal való kapcsolatom. Ott kezdődött a jégkorong életem, tulajdonképpen fogalmazhatok így, mert játékos pályafutásom, edzői pályafutásom, szülőként ugye nagyon sokat megfordultam a pályán 1976-ban, amikor a Székesfehérvári műjégpálya megnyitott, akkor egy központi akarat volt arra, hogy jégkorong csapat is legyen Székesfehérváron, és akkor a budapesti Volán jégkorong csapata tulajdonképpen Fehérváron talált otthont. Először a felnőtt csapat még Budapesten, Edzettpesten is játszották a mérkőzéseik nagy részét, de már kezdett kialakulni itt Székesfehérváron egy utánpótlás volt, egy tehetségkutató akció, ahol akkori 13-14 éves játékosoknak meg lett hirdetve, vagy srácoknak, nem is játékosoknak, mert ugye Jégkorongfehérváron múlt nélküli volt még a pálya megnyitott, páran a befagyott Sóston esetleg, vagy kisebb bányatavakon volt lehetőség korcsolyázni, de igazából múltja nem volt ennek a nagyon szép sportnak. És akkor ugye 76-ban elindult ez az utánpótlás nevelés itt Székesfehérváron a felnőtt csapatnak, akkor még a budapesti székhelye, de aztán szép lassan leköltözve Fehérvár. Tehát valóban 76-ban kezdtem a jégkorongot. Most már így mondhatni utólag, hogy a legelsők közt elsőként, aki aztán ebből mondhatom, hogy profi karriert futott, és nagyon sok élményt és szép emléket Igen, kaptam. Hát ez újat hozott mindnyájunknak, én azt gondolom, hiszen néhányszor már elmondtam ebben a közegben, hogy a Tiber Lacival voltunk az első meccsen, mert neki a Búzás Gyuri, Búzás Gabi nagy barátja volt, és akkor még ekkora volt a palánk, két faház volt összesen, semmi más, és támaszkodtunk és csodáltuk a jégkorongosokat, hiszen ez egy alapsportág, mondtuk mi, akik azért néztünk a tévében, a régi tévékben a nagy szovjet-kanadai válogatottak legendás meccseit. De hát ugye te biciklisztél, ami egy nagyon jó alapsportágnak. Igen, így van. Az a kis közeg, ahol én lakom Székesfehérváron, ott volt a Videoton kerékpáros szakosztálynak a szertára, és a klubvezető ott élt nem messze az én környékemtől, és egy kisebb baráti társasággal, szerintem olyan 9-10 éves korban elkezdtünk a Videoton kerékpáros szakosztályhoz tartozni, és együtt jártunk edzésekre, versenyekre, Szegfő Laci bácsinak hívták a szakosztályt,
szakosztályigazgatót, akkor ő edzéseket is tartott egyébként, meg ő volt a szakosztályigazgató, és ő verbúvált össze egy jó kis társaságot. Tehát az a kerékpár, igen, az egy nagyon jó alapot adott egyébként. Én a mai napig is edzésmódszert amúl igyekszem folyamatosan fejleszteni magam, és azt mondom, hogy az a kerékpáros múlt, ez egy olyan keringési alapot adott, egy olyan alapot adott a jégkoronkhoz, amiből aztán hosszú időn keresztül tudtam kapacitálni. Hosszasan gondolkodtam, hogy mi minden kellett ehhez a fantasztikus pályafutáshoz, hiszen azt tudjuk, hogy nem tartottak tehetségesnek az első pillanatban. Aztán, aki az első korcsolyát azonban megkapja, és nem mástól, mint Csicsótól, tehát Ocskai Gábortól, az már nem lehet tehetségtelen. Plusz te voltál az első ifi válogatott, ugye Pestivel. Igen, valóban ugye nagyon későn kezdtük mi ezt a sportot, hiszen 14 éves korban tanultam meg korcsolyázni, és igazából a baráti társaság vonzott oda a pályára, a haverjaim mentek, és én is akartam velük, de hát én nem tudtam se korcsolyázni, se korcsolyám nem volt. Akkor gyorsan a családban összedugtuk a fejünket, hogy mi legyen, és a nővéremnek volt egy fehér műkorcsolyája, ami 2-3 számmal bár nagyobb volt, de legalább volt pengéje és csúszott a jégen, úgyhogy irány a többiekkel, én a fehér műkorcsolyában megjelentem a tehetségkutató akción. Persze mondták, hogy egy évvel idősebb is vagyok, mint az a korosztály, akit keresnek korcsolyázni, se tudok, korcsolyám sincs, hát, ha nem jövök többet, az sem baj. De én kitartó voltam egyébként már akkor is, és nagyon megtetszett egyébként elsőre a közeg, a jég, maga a játékkal, akkor ugye közelebbről is az ember megismerkedett már, és hát én kitartóan jöttem, és hát valóban 64-es vagyok, igen. 16 évesen, 17 évesen. És mindösszesen négy esztendővel azután, hogy először korcsolyát húztál a lábadra. Így van, ifi válogatott meghívót kaptam. Ugye sok mindenben, hát ez a speciális helyzetből adódóan, sok mindenben első lehettem Székesfehérváron. Nagyon sokan mondják, hogy mi minden kell a jégkorongsporthoz. Én azt mondom, hogy a legintelligensebb sportág. Ugyanis ehhez minden kell. A taktika mindenek előtt, korcsolyázó tudás, technikailag, tehát a bot technikát meg kell tanulni, erőllét kell hozzá, fifika, minden. Igen, abszolút így van. Én ugye elfogult is vagyok a sporttal szemben, de gyerekeknek is nagyon sokszor elmondom, hogy ez a legösszetettebb sport, és egy játék, ugye a játékban mindig megvan a szépség, de nekünk egy idegen közegen, egy vékony kis pengén kell megállni a helyünket. Olyan gyorsnak kell lennünk szinte, mint egy 100 méteres sprinternek, mert adott szituációban iszonyatosan fontos a gyorsaság, de ugye nekünk nem egy 100 méteres sprintet kell csak futni, és aztán megyünk haza. Olyan állóképességünknek kell lenni, mint mondjuk egy 400 méteres futónak, hogy egy cserén belül 60-70-80 másodpercen belül folyamatosan teljesíteni tudjunk. Tehát annyira összetett, és nem egy kézzel fogjuk az eszközt, hanem egy bottal, más 1 méter 10 centinek a másik végén kell valamit eltalálni ezen a csúszós közegen, és még jön egy 70-80 vagy esetenként 100 kilós pali, akinek az a célja, hogy téged megpróbáljon beledöngölni a jégbe vagy a palánkba. Tehát nagyon-nagyon összetett, de nagyon-nagyon szép és játék. Ki volt az a mentorod, akire szívesen emlékezel, akitől a játék csinyát, bínyát megtanulhattad? Hát ez nagyon érdekes, akkori felnőtt csapatban volt egy pár olyan játékos, akinek nagyon szerettem a játék stílusát. A Palatóni volt az egyik, mert ő is centert játszott, én is center voltam örök életemben, és a Tóninak volt egy olyan nagyon magas szintű játék intelligenciája, hogy a védekezésben is zseniálisan helytállt, és a támadásból, játékszervezésből tudta kivenni a részét. Volt egy másik játékos, a Kis Bélának hívták az akkori Volánban, aki rettentes fifikás, fineszes és mókás hokit tudott játszani közönség szórakoztató játékkal. Őtőlük nagyon sokat próbáltam ellesni, és őtőlük nagyon sokat tanultam. Azt gondolom, hogy talán abból a legendás régi első Székesfehérvár Volán csapatából ez a két játékos, aki nagyon sokat adott. Mennyire erősített meg, hogy ifjúsági válogatott lettél, és röviddel azt követően pedig első osztályú játékos, stabil center és válogatott? Tehát a lépcsőfokok mind-mind megvoltak. Igaz, hogy C csoportos volt a válogatott, és nem nagyon láttunk esélyt, lehetőséget az előrelépésre, de az akkor is címeres mez egyrészt, másrészt pedig folyamatosan fejlődött a csapat.
Így van, hát a címeres mez nekem az mindig is egy nagyon-nagyon különleges dolog volt, és most is mindig ezt mondom a játékosaimnak, sőt a saját fiamnak is, hogy nagyon nagy célokat ki lehet tűzni, különböző ligákat, külföldi ligákat, NHL-t és a többi, ami nagyon-nagyon nagy dolog és nagyon szép dolog, de mégiscsak a csúcs ennek mindig az a címeres mezt magára ölteni az embernek és a saját hazájáért játszani, és a saját hazájának a himnuszát esetleg egy győztes mérkőzés után meghallgatni. Tehát nekem a címeres mez nagyon sokat adott, és mindig nagyon-nagyon szívesen mentem, ha meghívót kaptam. Ifi válogatottként, junior válogatottként, és felnőtt válogatottként is. És három célcsoportos VB. Igen, három világbajnokságon volt. Tehát előtted a Pallatóniék, mögötted pedig jött Kis Csicsó, Palkovics Krisztián és a többiek. Tehát ti voltatok az átmenet, a te korosztályod. Az a korosztály, akikre lehetett építeni, mármint úgy, hogy akik tudtak tanulni az elődöktől, és akiktől már tudtak tanulni a fiatalok is. Így van, mi egyrészt abból adódom, hogy ugye később is kezdtük ezt a sportot, későn tanultunk meg korcsijázni, nem volt meg az alap, amit a Gáborék, Krisztiánék megkaptak, vagy akár a mai gyerekek, és azt gondolom, hogy nekünk még azért nem adatott meg a fedett pályát. Mi azért nyitott pályán edzettünk, az időjárás viszontagságainak kitéve, és természetesen sokkal rövidebb ideig, mint ahogy azt aztán a minket követő játékosok már megkapták. Tehát alapvetően a sport is, és a feltételek és a lehetőségek is átalakultak. Ugyanúgy te is mondod, akkor mi még a C csoportban vitézkedtünk olyan országokkal, akit ma már egyszerűen nem is számolunk az ellenfeleink közé, de a lehetőségeink is sokkal szerényebbek voltak egy évben. 4 hónapot voltunk jégen, és a többi. Igen, hát maximálisan kihasználtátok mindent, ami adódott. Ugyanakkor nagyon sokat fejlődött, egyik pillanatról a másikba berobbantak a légiósok. Ugye Jászberényben kezdődött, erről már sok szó esett, hogy Igen. Ott volt egy teljes első sor védelemben és a csatársorban egy jelentető volt 5 ember, aki zseniális volt. Mennyit lehetett tőlük tanulni? Edzés munkában, technikailag általában egy akkori szovjet legendáktól. Hát nagyon-nagyon sokat tanultunk tőlük, akár ugye akkor a legelső időszakban, amikor még edzés lehetőségünk nem volt velük közösen, csak játszottunk ellenük, ezek ellen a Jászberényben játszó orosz játékosok ellen, de csodával néztük őket, amilyen technikával korcsolyáznak, amilyen kombinatívan hokiznak, ahogy keresik egymást a jégen, egy egész más játékot játszottak, mint mi azt itthon tettük. Persze már azért a tévében sokat néztük mi is akkor már ugye a világbajnokságokat közvetítették, abból ugye felvettük magunknak videokazettára, és abból próbáltuk visszaelemezni a dolgokat, de azért így élőben, ember közeliben megtapasztalni azt a játékot, zseniális volt nagyon sokat. Aztán amikor már elkezdtek így a klubokban is egyre több külföldi megjelenni, az valóban már minél több klubnál emelte az edzés színvonalát, mert ugye a mérkőzés az egy dolog, az edzés az, ami a szürke hétköznapokon, az edzés színvonal az, ami borzasztó sokat emelkedett a külföldre. Tehát ez volt az egyik ok, másik ok, fedett pályák épültek, a harmadik mindenképpen, hogy a Boróczi, Jakabházi edzőgeneráció után jött egy újabb edzőgeneráció, és jöttek külföldi edzők. Ez mennyit segített rajtatok, hiszen azért ne feledjük, hogy itt a Volánban 10 évig játszottál, csapatkapitány voltál, 3 VB-n szerepeltél. Tehát te vagy az, aki ebben a köztes időszakban végig tudtad kísérni ezt a folyamatot. Igen, így van. Hát valóban a jégkorunk fejlődése hozta már ugye a szakmai igényt is, és valóban elkezdtek külföldi edzők itt ugye nálunk. A Boris Puskarjov, aki játékosként nőtte ki magát edzővé, de ugye ahonnan ő érkezett, amilyen tapasztalatokkal ő jött, meg volt az a fajta tudása, hogy itt edzőként nagyon sokat hozzá tudott tenni. Hát akkor kezdődött el úgy Isten igazából a nagyon komoly fizikális felkészülés a jégkorongban. Előtte kevésbé volt ennyire
elterjedt az, hogy a nyári felkészülések borzasztó kemények. Igen, hát a Borisnál napi 2 száraz edzéssel készültünk szinte egész nyáron, olyan kemény munkával, reggel 6-kor futni vitt már bennünket, délután kondisztunk. De azt gondolom, hogy meg is lett az eredménye, bár kevésbé már az én generációmnak, bár mi is még nagyon sokat kaptunk tőle, de aztán a következő generáció, ez az Ocskai Gáborék, Palkovics Krisztiánék, ezt fiatalon meg tudták tapasztalni azt a fajta munkát, és ők nagyon-nagyon fiatalon abba kerültek bele, és abban nőttek fel, és azt gondolom, hogy ez a külföldi edzői stáb, ez nagyon sokat hozzá. Tehát száraz munkában, már az edzés módszertanban sokkal jobban tisztában voltak vele, hogy egy edzésnek hogy kell kinézni. A pályafutásod vége felé volt affinitásod az edzői pálya iránt? Azt tudjuk, hogy a családi, az egzisztenciád az rendben volt, lásd itt a szemüvegen például, de amúgy gondoltad, hogy az edzői pálya neked való, hiszen azért nagyon is jól tudjuk, még egy kicsit térjünk vissza a búcsúdra, ami nem különösebben szépre sikerült. A hirtelen távozásod, az az egy meccs, amit lejátszottál, aztán sérülés, aztán kis győr, és utána vissza. Igen, tulajdonképpen játékosként nem gondolkodtam még abban, hogy én majd edző szeretnék lenni, de azt gondolom, hogy azt nagyon-nagyon mélyen éreztem, hogy én a hoki körül szeretnék nagyon sokáig. Én borzasztóan szerettem ezt a sportot, és nagyon szerettem a közeget is, és én mindig tevékeny, tevő ember voltam, mindig az adott szituáció, amiben bennem voltam, abból mindig még többet akartam kihozni. Én az edzőknek is azt gondolom, hogy egy jó alany voltam, jó sportoló, hiszen mindig jobbak akartam lenni, mindig akartam többet tudni a dologról, és ebből gondoltam, hogy én hosszú távon szeretnék ebbe a jégkorongba benne maradni, és hozzátenni, amit csak tudok. Aztán, amikor ugye jött az első megkeresés, hogy ugye a Kis Tibor mellett akkor felnőtt másodedzőként belecsöppenhetek ebbe a szakmába, annak nagyon örültem. Nem sokat gondolkodtam, és azt gondolom, hogy egy jó döntés volt, mert a napjaim nagy részét azóta is ez a sport teszik, és folyamatosan éhezem az új ugye dolgokat, és fejlesztem. Ugye ez 2,5 évig tartott a Tibivel, igen. Aztán megjött a bajnokság 99-ben, az egy remek időszak volt, igen. És utána vezetőedző lettél. Nem tartottál attól, igen. Hogy bár a játékos pályafutásod nyilvánvaló, és az a 2,5 év is nagyon sokat jelentett, hogy korai ez még? De abszolút. Egy hónapig tiltakoztam a váltás és a pozíció betöltése ellen egyébként. Én akkor, ugye a vezetőség úgy döntött, hogy a Tibit le kell váltani. Egy nagyon szép időszak van a Tibi mögött, megnyertük a bajnokságot. 81 után másodszor lett a székesfehérvári volán akkor aranyérmes bajnok, és akkor úgy érezte a vezetőség, hogy váltani kell, a Tibi helyett kell valaki, aki egy új impulzust ad a csapatnak, és hát rám gondoltak, de én nagyon-nagyon tiltakoztam. Csomó játékos volt még olyan akkor a csapatban, akikkel én együtt játszottam, akik tudom, hogy elfogadtak, mint sportoló, elfogadtak, mint ember, de én közel sem lehettem nekik edzőként olyan hiteles, mint amire nekik szükségük volt ahhoz, hogy ők fejlődni tudjanak. Én mondom, egy hónapon keresztül tiltakoztam ez ellen. Én akkor is felvetettem már, hogy ha már a Tibinek menni kell, bár mi nagyon jó, szerettünk együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztünk, talán lehetett volna abban még valamennyi, de ha már váltani kell, akkor ne én legyek a vezetőedző, akkor hozzunk ide egy igazán jó vezetőedzőt, akár külföldről is, és én nagyon szívesen lennék mellette még másodedző évekig, hogy gyűjtsem a tapasztalatot, hogy tanuljak tőle, és aztán majd eljön egyszer az én időm. De aztán hosszas unszolás után úgy volt, hogy ha nem vállalom el, akkor a Tibivel együtt, ugye nekem sem biztos, hogy munkalehetőség adódik ott akkor abban az időszakban, és hiú is voltam, egy kicsit azt is gondoltam, hogy én nagyon-nagyon sokat tanultam az elmúlt előtte lévő időszakban arról, hogy ezt a munkát el fogom tudni végezni, és aztán belevágtam. Azt tudni kell, hogy akkor egy nagyon új csapatot kezdtünk összerakni, akkor jöttek Dunajvárosból jó néhányan, teljesen új külföldieket igazoltunk, és úgy kezdtük el a munkát. Összeérett az a csapat, én úgy emlékszem. Aztán jött a következő lehetőség, nyilvánvaló volt, hogy ha lesz még egy csapat, farmcsapat,
a titánok, tehát a fiatal tehetségekből, akkor oda megint egy olyan ember kell. Az viszont teli találat volt. Te is úgy érzed, hogy az aztán igazán a neked való munka volt. Igen, azt gondolom én is, hogy talán az edzői pályámban voltak ilyen kisebb sikerélmények, de talán a legkellemesebb emlék és a leghatékonyabb időszak az volt akkor. Én is iszonyatosan tele voltam bizonyítási vágyal, és szerencsére egy olyan fiatal társaság került hozzám, aki közel voltak már a felnőtté váláshoz, 16-17 éves srácokról volt szó, és megkapták azt a lehetőséget, hogy akkor a felnőtt csapatunk elindult az Interligába, és hogy ilyen farm csapatként, tulajdonképpen második fehérvári felnőtt csapatként mi el tudtunk indulni a fehérvári bajnokságban. Tulajdonképpen egy bajnokságban a felnőtt csapatunkkal az első mérkőzésünket soha nem felejtem el, Székesfehérváron zajlott, a két fehérvári csapat játszott egymás ellen, és 18-0-ra kaptunk ki ezen a mérkőzésen a nagy csapattól, és az borzasztó jól esett nekem is, és én a csapatnak is ezt sugaltam, hogy akkor az a felnőtt csapat olyan szinten megtisztelt bennünket, hogy az utolsó pillanatig mindent beletettek a mérkőzésbe, és igenis megmutatták nekünk, hogy mi a különbség a két csapat között, és hogy hová kell eljutnunk. És én azt is kértem a srácoktól előtte, hogy ez a mérkőzés ez úgy történjen, hogyha holnap reggel itt elmegyünk az ajtó előtt, akkor hogy a felnőtt csapat mit fog mondani, hogy na itt vannak ezek a kis fiatal csicskások, vagy hogy itt van ez a kis tökös fiatal társaság, aki igenis, hogy beleállt. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis mérkőzés volt. Ugyanebben a bajnokságban egyébként aztán majd a vége felé összetalálkoztunk még egyszer, és egy hasonlóan kemény színvonalas mérkőzésen 7-3-ra kaptunk már csak ki, de akkor ez egy nagyon-nagyon elhivatott fiatal társaság volt, a Sofronisti, től elkezdve a Nagy Gergő, az én fiam is ott játszott. Egy nagyon jó összetételű, pozitív, igazi munkára vehető brigádot, de nagyon sokat dolgoztunk, tehát az egy nagyon-nagyon kemény, nagyon szép időszak volt, napi 3 edzéssel, az egész nyarat végig edzettünk, készültünk rá, hogy belekerüljünk ebbe a bajnokságba. Én azt gondolom, hogy sokan sokat is kapacitáltak, a magyar jégkorong is kapott abból jó néhány jó játékos. Mindig karakteres voltál, a mai napig is, vagy hát az elmúlt időszak, akik olvasom a honlapon az edzőnyilatkozataidat, az elég kemény történet. Tehát időközben azért nyilván kellett változnod, viszont az elhivatottságod, az a karakter, ami jellemzett játékosként, az cseppnyit sem változott. Igen, úgy gondolom, hogy mindig. Tehát nem vagyok egy belenyugvó ember típus, hogyha ha volt is egy olyan garnitúra, kaptam olyan garnitúrát, akire azt mondták, hogy ez az évjárat, ez nagyon gyenge, ezzel elmegy ez az év, aztán majd meglátjuk valahogy. Hát több függetlenül bajnoki döntőbe kerültünk, és ott egy hosszabbításos mérkőzésen azzal a garnitúrával szenvedtük el a döntőt, és ezüstérmet nyertünk, senki nem gondolta volna még, hogy a négy közé is bekerülünk, de én azt mondom, hogyha edzőként az ember megtalálja az útat a játékosokhoz, elhiteti a játékosokkal, hogy a munka igenis megtérül, és megtalálja hozzá azt a fajta játékszisztémát, amire az a csapat képes. Mert ugye ez az egyik legfontosabb edzői gondolat, hogy megfelelő színvonalú játékot akarjál játszatni, azt a játékot akar játszatni, amire képes a társaság. És akkor ezt úgy eltaláltuk, és abban is megvolt. Tehát, hogyha igen elhivatott és akarat ember vagyok, de ettől függetlenül borzasztóan játékos párti keményen, megkövetelem a munkát, de én nagyon szeretem a játékosokat, szeretek köztük lenni. Ugye megérkeztünk a MÁ-ba. Most a Daniról azért nem beszélünk, mert a Dani egy külön történetet megérdemel nyilvánvaló, bár most a sérülése miatt aggódhatunk eleget, de azért tudjuk, hogy ő talpra fog állni, ha valaki, mert hogy óriási szüksége van rá a magyar válogatottnak és a Volánnak is talán. Viszont kell, hogy beszéljünk arról az időszakról, hiszen utoljára az U14 edzője voltál. Nagyon kedveltek téged, azt is tudjuk. És akkor egyszer csak elváltak útjaitok. Hát igen, ez egy nagyon nehéz történet. Ugye minden ember egy picit hiú. Én nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Székesfehérvár jégkorongnak, hiszen a játékos és edzői pálya egyáltalán, ami a jégkoronghoz köt, annak egyelőre a 99% a Székesfehérváron történt. Nagyon sokat kaptam tőle.
És mégis mindig az utóbbi időben volt egy pici tüske bennem, hogy így, ahogy te is elmondtad, hogy azért csak én voltam az első székesfehérvári játékos, válogatott játékos, felnőtt játékos, edzőként dolgoztam, a gyermekem is, az egész életem tulajdonképpen a jégkorongról szólt, és itt nagyon sok komoly megemlékezés történik Székesfehérváron mindenféle csapatról, meg a szapporai hősökről, meg a válogatottról, meg a olyan játékosoknak a mezei vannak felhúzva a csarnokban, akit azt gondolom, hogy a töredékét nem tették annak Székesfehérváron a jégkorongért, ezért a sportért, ezért a kis közösségért, ezért a családért, mert hiszen én nagyon családcentrikus ember vagyok, és nekem 2 családom volt eddig, otthon a feleségem, a gyermekeim, és eljöttem otthonról, és egy másik hazamentem a jégpályára. És ezt a dolgot valahogy úgy érzem, hogy azok az emberek, akik most ebben benne dolgoznak, azt úgy elvették tőlem, hogy már nem volt az én családom. Már esetenként voltak olyan érzéseim, hogy nem is biztos, hogy olyan nagyon fontos, hogy én ebbe a közegbe benne legyek. Azt gondolom, hogy így röviden összefoglalva ebből ennyi bőven elég. Tehát csalódott voltam, és kaptam egy lehetőséget az élettől, még egy olyat, hogy egy komoly kihívás elé állított. Igen, tehát akkor mondjuk el, ugye, hogy Budapesten a Kanadai Magyar Hoki Klub szakmai igazgatója lettél, ahol Sille Tamás is ott van egyébként, tehát azért ismerős közeg, már mert a jégkorong az persze, hogy ismerős. És nagy tervek, jól tudom, vannak 400 gyerek. Van pénz arra, hogy komoly szakmai munkát lehessen folytatni. Ennek ellenére, ennek tükrében nehéz volt a váltás. Az az első pillanat, amikor felsóhajtva érkeztél meg, hogy már nem a volánpálya a második otthonot, hanem Budapest. Hát, hogy ne, borzasztó nehéz volt. Még amikor itt bementem a vezetőséget, arra érdemes embereket összehívtam egy asztalhoz, és megköszönve az eddigi munkát, eddigi lehetőséget, elmondtam nekik, hogy kaptam egy felkérést, és egy nagyon szép kihívásnak úgy néz ki, hogy eleget fogok tenni. Köszönöm minden eddigit, és elköszöntem, de akkor még nem mondtam igent a másik munkahelyen. Kíváncsi voltam, hogy ez milyen reakciót vált ki, és hát jó egészséget és sok sikert kívántak a munkámhoz. Igazából ott az volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy na most már nyugodtan mehetek, mert nem igazán éreztem marasztalást. Nem ennek volt tükrében benne. Milyen gondolatokkal fogadtad azt a bizonyos levelet, amelyben a városvezetés meginvitál a sportmajálisra, és hát a belső oldalon meg természetesen ott volt, hogy milyen célból. Borzasztó megtisztelő volt, és tényleg ezúton is maximális köszönet érte. Ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, hogy a saját közegében, ahol él és ahol dolgozott, azon belül ismerik. Egy picit van benne persze olyan, hogy ez még mindig nem az egyesületemből jött, és még mindig nem azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgoztam, de a város vezetése, azok, akikkel itt együtt élünk, azért azok csak sokat láttak abból az elmúlt időszakból, amit én itt tevékenyen elvégeztem, úgyhogy borzasztó jó érzés volt, és nagyon nagy megtiszteltetés. Jó volt ott akkor a fehérvári jégkorongért dolgozó. Az egyik példaképed, aki nekem is nagy példaképen volt, Németh Lajos bácsi, én játszottam nála a 70-es évek közepén, mint a labdarúgó edzőként, akivel te is nagyon sokat dolgoztál, ő mondta, hogy önmagában a játéktudás mit sem ér, kell az embert nézzük meg, abból lesz majd valaki vagy valami, aki emberként is megállja a helyét. Nos, én azt gondolom, hogy ha más nem, ez a beszélgetés is rávilágít arra, hogy ez így van jól, amit áldott emlékül Lajos bátyánk mondott egyrészt, másik oldalról pedig, hogy hát bizony most már akkor figyelnünk kell, hogy mi történik Pesten a Magyar-Kanadai Hoki Klubban. Jól mennek a dolgok? Igen, szerencsére, hogy minden feltétel adott, nagyon sok gyerek áll rendelkezésre, jók a körülmények, jégfelület bőven elegendő, minden körítés megvan ahhoz, hogy valóban eredményt lehessen elérni, és egyenlőre minden korosztályban nagyon
alul szerepel a klub, tehát méltánytalanul gyengék az eredmények, de ez nekem jó, mert azt gondolom, hogy innen egy kis rendel, fegyelemmel, alázattal, szervezettséggel és türelemmel nagyon komoly munkát lehet végezni, és szerintem hosszú távon ennek igenis látványos eredménye lesz. Hát ehhez kívánok, akkor én jó egészséget, hiszünk benne, hogy ez így lesz, és figyelünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Kóger István volt a vendégem, a Székesfehérvár sportjáért díjjal, elismeréssel kitüntetett jégkorongedző. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!